Mai témánk az apostolok kiválasztottsága. A Márk evangéliumának a harmadik részéből, a 13. verstől a 19-ig. Én még fel fogom olvasni a Lukács evangéliumában a 6. részben, a 12-től a 16. versig is. Azután felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart. Ők pedig oda mentek hozzá. 12-t választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, és tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Kiválasztotta tehát a 12-t, Simont, akinek Péter nevet adta, Jakabot, a Zebedeus fiát, és Jánost, a Jakab testvérét, akiknek a Boanerges nevet adta, ami azt jelenti mennydörgés fiai. Továbbá Andrást és Fülöpöt, Bertalant és Mátét, Tamást és Jakabot, az Alfeus fiát, Taddeust és Simont, a Kananeust, Júdás Iskáriótást, aki el is árulta őt. Akkor a Lukács evangéliumában ugyanez a történet. Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virrasztotta át az éjszakát. Amikor megvirradt, odahívta a tanítványait, és kiválasztott közülük 12-t, akiket apostoloknak is nevezett. Simont, akit Péternek nevezett el, Andrást, a testvérét, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot, az Alfeus fiát, és Simont, akit Zelottának neveztek, Júdást, a Jakab fiát, és Júdás Iskáreótest, aki árulóvá lett. Jézus itt nem sokassággal, hanem a tanítványaival van. Nyugodtan tud imádkozni. Itt nem zavarja semmi sem. Sem őt, sem a tanítványokat. A Lukács 13. versében olvassuk, hogy oda hívta a tanítványait, és kiválasztott közülük 12-t. Márk 10-ban ugyanezen a részen, csak ott is a 13. vers, magához hívta, akiket akart. Jézus kezdeményez, nem ember. Jézus akarata, nem embereké. Kit hív el Jézus? Akit akar. Nem ismerjük az elhívás szempontjait. Azt tudjuk, hogy ezek a szempontok léteznek. Ismerünk olyan történetet, amely ezt közli is velünk. Mikor Sámuel királlyá keni Dávidot, 1 Sámuel 16:7. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van. Az Úr azt nézi, ami a szívben van. Egy másik eset a 2 Mózes 18:21-ben. Mózes bírákat állít a nép fölé. Ebből megtudjuk, hogy mire figyeljünk a vezetők kiválasztásánál. Szemelj ki a nép közül derék, istenfélő férfiakat, hűséges embereket, akik gyűlölik a megvesztegetést. Nem véletlenül választotta ki Jézus a 12-t, de az sem volt véletlen, hogy ki közül választott. A 13. versben még olvassuk Márknál, ők pedig oda mentek hozzá. Ez az emberek kötelessége. Engedelmeskedni kell Isten akaratának. Ebben az esetben a hívásának. Akkor is, ha tudjuk az okot, és akkor is, ha nem. Itt pontosan ez történik. Márknál folytatom tovább. 12-t választott ki. A szám jelentése tökéletes. Az apostolok a törzseket jelképezik. A mindegyik részben van, hogy felsorolják a kiválasztott tanítványok neveit. Az 1 Mózes 35:22-26-ban felsorolja Jákob fiait, ami a törzseknek a nevei is. Azért van ez a párhuzam, mert az apostolok, tehát itt a 12, a törzseket jelképezi. Az 14. versből megtudjuk, hogy az elhívásnak, illetve a kiválasztásnak célja van. Feladatokat kapnak a tanítványok. Az első, Jézussal legyenek. Az igaz, hogy az ember társas lény, de itt többről van szó. Ez a feladat egyben jutalom is. Van olyan szolgálat, amit nem kap meg valaki még úgysem, ha üdvözül. Egy példa a Jelenések könyvéből, a 7. rész 14.-15. verséből. Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében.
Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik. Ez a példa, melyben nem az apostolokról van szó, mutatja, hogy ennyire közel kerülni Jézushoz, illetve Istenhez, különleges feladat és különleges jutalom. Aki hisz Jézusban, az Jézus közelében van. Csak közelében van? Ez kevés. János első levelenek a 4. részének 15. és 16. verséből idézek. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, aki szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Ez Krisztus követőinél tény, az apostoloknál tény is, és feladat is. Jézus személye mellett kell lenniük. A másik feladatot Lukács így fogalmazza meg, akiket apostoloknak is nevezett. Az apostol küldöttet jelent. Jézustól távol is munkálkodniuk kell, megbízást kaptak. A Márk 14.-15. verséből idézem, elküldje őket, hogy hirdessék az igét, és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Jézus közelében vannak. Jézus képessé teszi őket küldetésük végrehajtására. Hirdetniük kell az igét. Ezt megtanulják Jézustól. A 12 kiküldése című részből tudjuk, hogy az apostolok pontos, részletes rendelkezést kaptak. Ez egyébként a Máté 10. részében van. Tehát pontosan tudják, hogy mit kell tenniük, kiknek kell hirdetni az igét, mit kell mondaniuk, mit vigyenek magukkal, de még azt is, hogy mi fog történni velük. Ki kell üzniük az ördögöket. Ehhez is megkapják a megfelelő eszközt, sőt, kötelező használniuk. A tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Az apostolok nem csak feladatot, hanem az ehhez szükséges ismeretet és hatalmat is megkapták. Az apostolok munkájának a hatása ma is érezhető, és a jövőben is az lesz. Jelenések könyvéből idézek a 21. rész 14. verséből, az Új Jeruzsálemről van szó. A város falának 12 alapköve volt, és azokon a bárány 12 apostolának neve. Az apostolok munkája olyan alap, amin még az Új Jeruzsálemben is városfal lesz. Az Efézushoz írt levélben van a 2. résznek 20. versében. Mert ráépültetek az apostolok és proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus. Jézus Krisztus és az apostolok munkája az az alap, amire nekünk is építenünk kell. 1 Korintus 3. 12. és 13. verséből, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Építkezzetek bátran és bölcsen! Megint megragadott, hogy milyen lépcsőkön halad végig az adott személy, most egyelőre még mire tanítványá lesz, és ebben a kis szakaszunkban hét lépcsőről lehet szó, illetve van ennek egy előzménye az, hogy felment a hegyre. Ugye mondtam egyszer, hogy mindig a legrövidebb variáció lehet az eredeti. Tehát ha valamit hozzátettek, akkor az valószínű későbbi, de hálásak vagyunk azért Lukácsnak is és Márknak is, hogy Máténak, hogy tettek hozzá Márk alapszövegéhez. Hát Máté egészen gazdagon, mert ő részletező, hogy mit jelent betegeket gyógyítani, ördögöket űzni, és még az is benne van, hogy a tanítvány ne gyűjtsön magának vagyont, és így tovább. De Lukácsban is arra, amit itt a 13. vers ennyivel elintéz, hogy felment a hegyre, azt olvassuk, hogy az éjszakát imádkozva töltötte. Tehát ez a dolognak az előzménye. Hát nem arról van szó, hogy bedobta a neveket egy kalapba, és aki kijött, az kijött, vagy nem hirtelen
valamilyen szimpátia alapján, hiszen van akit a tanítványok között, akik neki rokonai is egyébként anyai ágon. Tehát nem ezek a szempontok dominálnak, hanem egy éjszakát át imádkozik azért, hogy meghányja, vesse magában ezt a rendkívül fontos kérdést, kik fogják tovább vinni helyhatalommal azt, amit ő elkezdett. És akkor a hét lépcső, azt mondja, magához szólította, akiket akart. Most a hívás nélkül az ember nem valószínű, hogy tanítványá lesz. Azt látjuk, hogy a tanítványok is időről időre ingadoztak, mert azért ők nagyon jól tudták, hogy a követés az nem egyszerű dolog, az bizony esetleg lemondással vagy szenvedéssel jár, mert Jézus nem is titkolja, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Szóval ő hívott, ő akarta. Ez az első dolog, és ezt fontos tisztázni, az Úr magához szólított, és akarta, hogy én a meghívottak között legyek. Másodszor azt mondja, és hozzá mentek. Mert itt még mindig lehet egy olyan döntés is, hogy ugyan ő hívott, de én nem akarok menni valamiért. Uram, enged, hogy előbe eltemessem apámat, vagy nem mehetek, mert vettem éppen egy jó járművet, amit ki akarok, stb. Tehát vannak erre nézve is Jézusnak példázatai. De ez is egy döntő dolog, hogy erre a hívásra van egy egyértelmű válasz, hozzá mentek. Na most harmadszor azt mondja, választott 12. Én ebből arra gondolok, hogy többen hallották meg a hívást és mentek oda, de nem mindenkiből lett a 12-es körhöz tartozó tanítvány. Azt is tudjuk, hogy volt egy 70 főből álló tágabb köre, de ez megint az ő döntése, hogy ki az, akit beljebb von, ezek lesznek az első mártírok majd. Szóval nem kell irigyelni azt, hogyha a nagyobb merítésből kivesz 12-t, ezek fognak a legtovább kitartani mellette. Végső ponton azért ők se, ezek közt még ott van Júdás, és hát ott van a 70 tanítvány, meg egy még szélesebb kör 500 atyafival. És mondom, nem kell irigykedve nézni azokra, akiket pont meghatározott számban kiválaszt az Úr, mert mit tudjuk mi, hogy mi minden tartozik ebbe bele. Mi mindig csak a napfényes oldalát látjuk, de jobb ezt is az Úrra bízni, hogy ő mondja meg, hogy most ki az, akit ő hamarabb el akar használni, vagy mint Pált is jobban ki akarja tenni az időjárás és az utonállók és a hamis atyafiak és a hatalmon lévő próbáinak. Tehát választott 12-t, negyedszer. Hogy vele legyenek? Na most ezt mi a mi világunkban annyira nem ismerjük már, mert akkor az ókorban és ott Jézus tanítványai esetében ez jelentett akár közös hálókamrát, közös csónakot, közös fedelet, közös erszényt. Tehát egy valódi olyan közösség, amiben éjjel-nappal együtt voltak, és amiben nagyon nehéz lett volna színlelni. Tehát így, ha az embernek van egy a szolgálatától, elhivatásától elkülönített magánélete, akkor sajnos előfordulhat, hogy egy másik ember az, aki a magánéletét éli, és egy másik az, aki a Jézus jelenlétében él, ha ez megvalósítható egyáltalán, mert sajnos nem önbecsapás talán, de fontos ez, hogy a tanítványok mindig vele legyenek. Ötödször, hogy kiküldje őket prédikálni. Ez a magához szólít és kiküld, tehát ez a be és ki, ezek nagyon fontosak. Ábrahám óta tudjuk, hogy
hogy ő neki ki kellett menni Urkasztinból. Tehát valahonnan kiküldöm őt, menj ki apád házából, nemzetségedből. Tehát a kiküldés több, mint egy küldetés, egy kiküldetés, ahogy a vállalatnál van, hogy valaki menjen el vidékre és szereljen fel egy csapot, vagy valami ilyesmi, hanem itt a kiküldés prédikálni, ez valamiből ki, ahol biztonságban érzem magam, egy-kettő, nem magamat képviselem ott, hanem azt, aki engem küldött. Tehát kiküldje őket prédikálni, ez nem azt jelenti, hogy menjenek ki és szervezzenek polgári köröket, vagy valamilyen klubot, vagy lehetőleg minél nagyobb társaságot sok vattával, hogy a világ lássa, hogy mi mega church-ot csinálunk, tehát nagy egyház, nagy nem tudom én mi, hanem kiküldje őket prédikálni. Ugye itt nem fejti ki már, mert rövid a szöveg, hogy mit prédikáljanak. Hát az, hogy elközelített a mennyek országot. Tehát, hogy Isten országa közel jött, és ez sokkal egyértelműbbé teszi, hogy Isten mit akar. Tehát a prédikálni nem magunkat prédikáljuk, mondja egy másik helyütt az apostol, vagy hogyan szólhatná valaki, ha nem küldetett. Tehát az Úr elküldött, hogy mondjak valamit, szószóljon legyek valaminek, aminek az elmondása nekem alkalmasint harcba kerül, mert népszerűtlen leszek. Tehát én adott helyzetben esetleg mást mondanék, valami kapcsolatkímélő dolgot, valamit, ami könnyebben lemegy az emberek torkán, mert nagyon nehéz megmondani, hogyha meg nem tértek, elvesztek. Ugye ez a jónási dilemma egyik oldala is. És hatodszor, hogy és hatalmuk legyen betegeket gyógyítani. Ez a hatalmuk legyen, ezt is úgy kell érteni, ahogy mások mondja, hogy hatalmat adott nekik. Tehát ez nem jön magától. Tehát nem úgy van, hogy minden hívő ember, aki kapja Mária alapon, azt mondja, hogy most akkor én is ráteszem a kezem, és akkor mi van, hogy nem nincs gyógyulás, hogy elkezdek, nincs hatalmam esetleg rá, és ezt tudnom kell, éreznem kell, rá kell döbbennem, ha ez működik. Nem biztos, újra mondom, hogy én abban a 12-es körben vagyok, ahol például erre hatalmat kaptam, de attól én még lehetek egy tágabb tanítványi körnek a részese, de a fönt a 12-es körben ez volt, és ez volt Judásnak is. Tehát ő is kapta erre a hatalmat. A hetedik dolog pedig az, hogy és az ördögöket kiűzni. Na most nem tudom, hogy ezt például Judás hogy gyakorolta, de csak azt tudom mondani, hogy addig, amíg érvényesülhetett benne az elhívó és kiküldő és hatalmat adó Jézusnak a befolyása, addig ez működött, mint Sámsonnál. Tehát Sámsonnál is működött egy darabig, és aztán egy reggelen arra ébredt, hogy nem működik. Nem működik a dolog, mert valami ebbe az ő elhivatottságába, ugye ezt képi eszközökkel jeleníti meg ott az ige, hogy le van vágva a haja, megszűnt az Úrnak szentelt állapotának a külső jegye. És nem a szőrszálakban volt benne az erő, hanem abban a hajdani megegyezésben, hogy Isten akarta őt, elhívta őt, kiküldte őt, és addig, amíg az ő harcait harcolta Sámson, most persze meg lehet őt ítélni új szövetségi, 21. századi mértékkel, és nem volt akkor makulátlan hívő ember, ez rendben van, tényleg nem. De ott van a hithősök között, és azt mondhatjuk, hogy addig, amíg bizonyos dolgokban teljesen Istenre figyelt, addig működött a dolog, aztán egyszer csak nem működött. Aztán megint kezdett működni, és egy félrevezető megjegyzés az, hogy kezdett nőni a haja. Mert csak ezzel szemlélteti az Úr, hogy elkezdett visszanőni a feladathoz, visszaközelíteni az őt
meghívó és kiküldő és hatalommal, erővel, ugye ott ez fizikai erő formájában jelent meg, erővel felruházó Istenhez, és kezdte belátni, hogy nem ő hozzá a szabadítást, hanem az Úr rajta keresztül cselekszik. És akkor az ördögök sem állhattak ellene neki, nekik. Másutt ugye a 70 tanítványnál is olvasuk, tehát az Úr fölruházhat másokat is. Ez nem azt jelenti, hogy most 12-t kiválasztott, hogy többi nem érdekli őt. Kaphatnak ők is időnként alkalmilag ilyen feladatot, például, hogy üzenek ördögöt. De az ördög űzés az megint csak nem egy mechanikus dolog. Mi miért nem tudtuk kiűzni az ördögöt, mondják ezek a tanítványok, akik fel vannak ruházva egy adott nehéz szituációban. És Jézus azt mondja, hogy ez a faj nem megy ki, csak imádkozás és bőtölés által. Ja, ha bőtölni kell, vagy át kell virasztani egy éjszakát, akkor fáradtak vagyunk, akkor éhesek vagyunk, és hát sajnálom, de ez annyira nem megy. Jó, ha nem megy, akkor az ördög sem megy. Szóval, hogy ennek mindnek ára van, csak ezt akarom mindent átfogóan mondani, hogy tanítványnak lenni az több lemondással, odaszánással és kisebb egyéni mozgástérrel jár. Ugye ezt a papsággal kapcsolatban, a főpappal kapcsolatban úgy szemléltette a törvény, hogy a főpap soha életében ki nem mozdulhatott a templomnak a területéről. Tehát ő házi őrizetben volt. Ja, hogy szeretne néha elmenni, meglátogatni a rokonait Anatótban vagy bárhol máshol, pech, nem lehet, mert ő a főpap. Tehát ő nem mehet el akkor sem, ha meghalt a testvére, vagy az anyja, vagy nem tudom én ki-e, nem hagyhatja el templomnak a területét, teljesen az Úrnak van szentelve. Hát ha ez nem tetszik valakinek, akkor le kell mondani, akkor félre kell állni. És Judással kapcsolatban is az mindig a személyes gondom, hogy nem is az a baj, hogy ő láthatóan kevésbé hitt a többi tanítványnál abban, hogy Jézus a Messiás, hanem ezt becsülettel meg kellett volna mondani, és azt kellett volna mondani, hogy visszaadom a mandátumot. Tehát, bocsánat, Uram, vállalom ezt a szégyent, hogy kilettem választva a 12 közé, de nem tudok tovább feltételek nélkül tanítványnak lenni, és akkor lehet, hogy behívták volna Mátyást, mint később ez megtörtént. Vagy nem tudom én kit, mert más is szóba kerülhetett a 70-es körből. Nincs semmi baj, kedves Júdás, köszönjük, hogy őszinte voltál, és nem fenyegetünk azzal, hogy elkárhozol és pokolra jutsz. Elfogadjuk, hogy nem bírod a tempót. Csak az a baj, hogy ő ezt nem mondja meg, tehát kell neki nem tudom milyen levélnek nevezzük ezt, megbízó levél, de a szíve már rég nem tanítványi szív.